A Mangalicának a története ugye közel 150 esztendős, és ez a jószág sok szépet, de sok megaláztatást is élt meg. Ezt akarjuk idehozni a városi emberek szemelátára, disznót ölni, pörzsölni, fölbontani, abálni, töltelékárút készíteni, zsírt sütni, pecsönnyét sütni, sültvért, baráti közösségbe, amit később a vendéglőbe, mint piac vendéglőbe a vendégek rendelésre, előrendelésre, mint akciót 50%-os árkedvezménnyel kívánjuk forgalmazni. Az első esemény nap, ugye a disznóölés első napja ünnepe, Szent András püspök a védőszentje a disznóölésnek, ez november 30-án van minden esztendőben, nem akarjuk valahova eltolni a napot, november 30-a szerdai napra esik, szerdán fogunk hajnalba disznót vágni és folytatni ezt az akciót. A Diófa vendéglőbe érkezik az élő disznó, a kábítási szabályok betartásával, de egy kis erőbirkózással történik a vágás, utána a pörzsölés, bontás, és azok a munkálatok, amit már a városi ember, de már a falus is nagyon tud, mert ugye azok a nagynénik, nagybácsik, akik böllérködtek egymásnak, kihaltak. Ezt megpróbáljuk föleleveníteni, hogyha valaki mégis olyan helyzetbe kerül, hogy tud disznót vágni, tudjon is vele mit csinálni. Ezt egy sorozat cselekménynek képzelem el, vagy képzeljük el Zoli barátommal, amiben a jószág a születésétől a szalámi bélbe való betöltéséig, vagy sajtbélbe való betöltéséig minden munkafolyamatnak van egy hete, egy kis leírással, beszélgetéssel és egy baráti körrel való munkafolyamat ismertetéssel, amit közkincse is teszünk, hogy mindenki jöhet gyakorolni, részt vehet benne, és vásárolhat is. Heti rendszerességre készülünk, de ez a december hónapban még egyszer, vagy csak kétszer ismétlődik meg az advent, a karácsony, a Mikulás, tehát elég sok az ünnep, de januártól utána, ha olyan szép és nagy lenne a kereslet, akkor akár minden napi eseménnyé is válhat. Mivel tanyagazdaságból kerül az áru a piacra, ezért nem 27%-os áfás, csak kompenzációs feláras, tehát, de a fesztivál Mangalica piaci árakhoz viszonyítottan 50%-os kedvezménnyel kerülnek forgalomba a termékek, nyers és főtt állapotban is. Ez a sorozat, ez mindenkinek igény szerint van, mi a bélbetöltésig tudjuk menedzselni ezt a dolgot. Utána mindenki elviszi a füstölő mesteréhez, vagy pálcoló mesteréhez. Klasszikus esete a disznóülés kezdetének a november 30-a Szent András napja. Ezt az induló időpontot betartottuk, és egészen húshagyó keddig megy a töltelékáru készítéssel, tehát a továbbtárolásra, sózás, a húsvéti füstöltáruk előkészítése.